Ellepték az illegális bevándorlók a parkokat Belgrádban, csak néhány napig maradnak és haladnak tovább észak felé. Vannak, akik hetente többször is megpróbálnak átjutni a magyar határzáron. Csak tegnap mintegy 1500 bevándorlóval szemben kellett intézkedni itthon. Idén már meghaladta a 200 ezret azoknak a száma, akik Magyarországra próbáltak szökni. Piknikezők helyett migránsok lepték el a belgrádi parkokat. Csoportokba verődve vették birtokba a közterületeket, itt rendezkedtek be, itt élnek és étkeznek, hatalmas szemetet hagyva maguk után. Egy-két esetleg három éjszakát töltünk a parkban. Van, aki egy héten át itt alszik, egyre rosszabb a helyzetünk. Az éjszakák már hűvösek, ezért mindenki minél előbb el akarja hagyni Szerbiát. Európába megyünk, mondta egyikük. Százával érkeztek és érkeznek folyamatosan az illegális bevándorlók a szerb fővárosba azért, hogy az Európai Unióba jussanak. Türelmetlenül várják, hogy elindulhassanak, mert lassan már az időjárás is megnehezíti az életüket. Hosszú és nehéz utat tettünk meg Szerbiáig, de most egy még nehezebb útszakasz vár ránk, utalta a magyar határzárra egy másik migráns. Azt is mondta, tudja, milyen nehéz átjutni Európába, de nem adja fel a tervét, hogy Nyugat-Európába szökjön. A szerb rendőrség időről időre elszállítja a migránsokat a nagyvárosokból, Belgrádból és Szabadkáról is. Mégis folyamatos az utánpótlás, órákon belül újra ellepik a parkokat és a pályaudvarokat. A helyiek egyre jobban félnek, azt mondják, nem ritka, hogy akár 1000 ember is érkezik egyszerre. Akár 1000-en is vannak itt naponta, folyamatosan jönnek, mennek. Itt élek a közelben, minden nap látom őket. Az elmúlt 5 évben több mint 5 millióan mentek itt keresztül. Hogy hol köthetett ki ennyi ember, fogalmam sincs, mesélte egy belgrádi férfi az M1-nek. Obrenovácban sem jobb a helyzet, a helyi befogadó központ megtelt. Bár ott nem sokáig maradnak az illegális bevándorlók, először a szerb főváros, aztán pedig a magyar határ felé veszik az irányt. Most itt vagyunk a befogadó központban, de már megyünk is tovább. Múlt éjjel érkeztünk, és nagyon rosszak itt a körülmények. Amint lehet, elhagyjuk Szerbiát, mondta egy magát pakisztáninak valló migráns. A hivatalos adatok szerint Szerbiában idén már csaknem 100 000 illegális bevándorlót regisztráltak, csaknem 27 ezerrel többet, mint tavaly egész évben. Jelenleg 8 ezer migráns várakozik az országban. Közben a szerb-magyar határ magyar oldalán is óriási a mozgás. Csak szombaton 795 határsértőt tartóztattak fel, 654 migránst pedig megakadályoztak abban, hogy Magyarországra szökjön. A miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón azt mondta, 7 éve volt legutóbb ekkora nyomás a déli határon. Látni kell, hogy olyan tömegek indultak meg Európa felé, olyan nyomás van a déli határon is, ami csak 2015-ben volt, és azóta soha nem tapasztaltuk. Székkel ütötte cellája ajtaját, majd az ágykerettel torlaszolta el a bejáratot egy román embercsempész a börtönben. Ezt a videót a büntetés végrehajtás munkatársai készítették Győr-Moson Sopron megyében. A magyar börtönökben ma már a fogvatartottaknak több mint 10%-a embercsempész, csaknem 2500 ilyen bűnözőt tartanak fogva a hazai börtönökben. A kormány szerint ez is azt mutatja, hogy sosem volt még ilyen erős a migrációs nyomás.